nem a hajléktalan rendeletet akarja eltörölni, hanem orvosokkal és tanárokkal árasztaná el Józsefvárost, írja a közösségi oldalán Pikó András. A 8. kerületi polgármester jelölt szerint lejárató kampány indult ellene, amelyben valótlanságokkal vádolják. Hozzáteszi, minden híreszteléssel ellentétben az a célja, hogy kiálljon az elesettek mellett és fejlessze a kerületet. Pikó Andrással beszélgetünk. No, ez volt a válasz, de az eredeti vád az az volt, hogy hajléktalanokkal árasztaná el Józsefvárost az ellenzék és Pikó András, és a Demokratában még egy szavazás is indult, miszerint eltörölni a hajlékrendeletet, és idézem, a csövesek megint szabadon élhetnek, már önmagában a kifejezés nagyon alpári. Hát jó estét! Jó estét kívánok! Erre lehetett számítani egyértelműen, de kérdés, hogy most lehetett számítani, és erre a támadási felületre lehetett számítani. Lehetett számítani, és számítottam is rá, nem ilyen korán. És van egy kis déjà vu érzésem utoljára, amikor egyetemista koromban sztrájkot szerveztem, akkor álltam szemben ennyire gyáva és gyenge hatalommal, mint most. És ez különösen rossz, mert hogy az én korosztályomról van szó, ugye ez a Fidesz korosztály. Szóval arról van szó, hogy ezek a támadások, ezen támadások mögött az van, hogy a Fidesz gyenge. Ugye a számok azt bizonyítják, hogyha egy-egyes küzdelmet folytat ellenzék és a Fidesz, akkor Józsefvárosban körülbelül 55-40% az ellenzék javára az arány. Másrészt pedig gyáva is, mert hogy ezt mindig megtapasztaltuk, hogy nem nagyon állnak ki vitára, nem nagyon érvelnek, és nem nagyon tudnak mire hivatkozni akkor, amikor a kormányzásuk teljesítményéről van szó. Emiatt aztán, mint az esetemben is, ilyen, nem is tudom, tehát milyen jelzőt használjunk erre, hogy valaki hajléktalanokkal akarja elárasztani Józsefvárost. Igen, de ugyanakkor meg azt tudjuk, hogy ez sok embernél működik. Tehát, hogy ez a rend szlogán, ez azért a Fidesznek sok helyen bevált. Nézzük meg, hogy 10 éve, amióta Józsefvárosban kormányoz a Fidesz, bármilyen problémával tudott-e bármit kezdeni, mondjuk a hajléktalanság esetében. Én még nem kormányoztam. Fogok majd, de még nem. És egy kicsit visszásnak gondolom, hogy ők, akik ezt a problémát egyáltalán nem tudták megoldani. Tehát tényleg nagyon komoly problémák vannak a hajléktalan ellátással is Józsefvárosban. Ők merik a szájukra venni az én nevemet, és azt mondani, hogy én akarom őket, hogy én akarom hajléktalanokkal elárasztani a kerületet. Mert egyébként is, micsoda tempó ez, hogy... Bocsánat, fölháborodom mindig ezen. Szóval micsoda tempó az, hogy ütni akarunk a politikai ellenfelünkön, és egy kiszolgáltatott, védekezésre képtelen embercsoport ellen ilyen ótvar, rosszindulatú politikai hetz kampányt kezdünk el folytatni. Tehát na, ilyet szerintem normális ember nem csinál. Hány interjúban beszélt már ön is a Klubrádióban erről, hogy menekültek, hajléktalanok, mindig van egy hát hallottuk csoport. Hallottuk Pardavi Mártától. Szegények, igen. Tehát, hogy ez nem meglepő. Én azt hiszem, hogy emögött azért van egy félreértett számítás, azt gondolják, hogy ezzel lehet még hatni, és nem mondom azt, hogy biztosan nem, de súlyos lenézése a józsefvárosi polgároknak, az én szomszédaimnak, meg azokkal, akikkel együtt élünk abban a kerületben, hogy ilyen egyszerű és bokamagasságú érvel próbálják őket meggyőzni arról, hogy magukra szavazzanak, és nem azzal, hogy mit csináltak az egészségügyjel, és nem is tudnak ezzel, mert hogy 9 évvel kevesebbet élnek a józsefvárosiak, mint másod, hogy az iskoláinkból elviszik a gyerekeket, mert hogy az iskolák is rossz állapotban vannak, és folytathatnánk a sort, tehát nem tudnak ezzel érvelni, és ezért ezt a rettenetesen aljas és szánalmas eszközt vetik be, ami nagyon felháborító, mert szerintem antihumánus és rettenetes tényleg, hogy milyen szavakat használnak csövesek, tehát azok emberek, és ráadásul közöttük olyan emberek vannak, akiket, most nem akarok én is ebbe belemenni, de hogy azért nézzük meg, én látom ezeket az embereket, nagyon sok pszichiátriai beteg van, nagyon sok olyan beteg van, akinek nem ott lenne a helye, és azért van, az utcán, mert az egészségügyet leépítették. Jó, és akkor konkrétan Pikó András mit csinálna a hajléktalan kérdéssel a 8. kerületben? Ez egy nagyon nehéz dolog. Az biztos, hogy nem rendőrségi eszközzel kezdeném. Ugye ebben a történetben van egy olyan csúsztatás, illetve van egy olyan háttér, amiről kevesebbet beszélünk, hogy a hajléktalan ellátó intézményekben lakóknak körülbelül a 40%-a olyan ember, akinek egy kis segítséggel
ha lakáshoz tudna jutni, akkor nyugodtan olyan életvitelt tudna folytatni, mint ön vagy én. Reggel elmennek az a munkahelyükre, megmosakodnak, hazamennek, gyakorlatilag munkásszállóként használják a hajléktalan szállókat. Hogyha őket hozzásegítjük lakhatáshoz, akkor az ő általuk felszabadult helyre bekerülhetnek azok az emberek, akik most az utcán vannak, és akiknek nagyon nagy segítségre lenne szükségük. Én biztos, hogy erre felekezdenék el gondolkodni, és nem azzal, mint amit most látunk, hogy rendőrségi vegzálásnak. És mondjuk vala. A kerületnek van arra lehetősége, hogy a lakhatást számukra megoldja? Azt gondolom, hogy kell teremteni ezzel. Ez egy nagyon bonyolult dolog, és biztos, hogy nem ebben a 11 percben tudom megmondani, de van 900 üresen álló bérlakásunk, amelyet inkább befalaz az önkormányzat, mint hogy használná, és rengetegen várnak, és nem csak hajléktalanok, nem csak szegények, középosztálybeli fiatalok is. Olyan lakásrendeletet kell majd csinálnunk, amely mindenkit hozzájuthat méltó lakhatáshoz. A másik konkrét kérdés, amikor a Facebookon választott ezekre a felvetésekre, akkor úgy fogalmazott, hogy a hiányzó orvosok, pedagógusok, a hiányzó szakemberek miatt velük kellene inkább elárasztani a kerületet, és akkor végigolvastam a kommenteket, és volt valaki, aki azt írta, hogy hát ha végigolvasná a polgármesteri hatásköreit, akkor rájönne arra, hogy ez itt nagyon kevés lehetősége van egy polgármesternek, ami részben igaz, de lehet, hogy tud olyan kiskaput, amivel ez megoldható. Nem kiskaput, egy kerületiekért felelős önkormányzat nem mondhat le arról, hogy az iskoláihoz közel legyen. Tehát mond valamit a törvény, így van, klikkesítve lett. De hogyha oda megy a polgármester, és azt mondja, hogy szerintem a józsefvárosi gyerekek számára a felzárkóztatásnak az egyik lehetősége az az, hogy sokkal több pedagógiai asszisztenset alkalmazzanak, hogy legyen művészeti oktatás, hogy zenét és táncot tanuljanak, Józsefvárosban minden a zenéről szól, akkor vajon ki fogja majd azt mondani ennek a polgármesternek, hogy nem, ide ne hozzon semmit sem. Tehát egyszerűen be kell támadni őket, és azt gondolom egyébként, és erről nagyon szeretnék beszélni, hogy nagyon-nagyon rossz az, hogy ebben a kampányban, és én ettől tartok, hogy önnek nagyon sok ilyen interjúja lesz, mint ez most, hogy arról beszél majd, hogy lekaraktergyilkolászott, hazugsággal megtámadott politikusok fognak úgymond védekezni. Ebből biztosan ki kellene kerülni, és én nekem van is erre egy tervem, hogy ezt hogyan kellene. Én azt tervezem, hogy hétfőn egy tárgyalást fogok kezdeményezni az én kerületi ellenfelemmel három témában. Az első téma, hogy állapodjunk meg a közfinanszírozott kerületi nyilvánosság egyenlő és arányos használatáról. Meglátjuk, hogy mit fog válaszolni. És kiderül, hogy ezek a nagy sportszerető fideszesek, ezek vajon valóban hívei-e a fair harcnak, vagy csak úgy mernek nekivágni egy 100 méteres síkfutásnak, hogy 60 méter előnyük van, mert hogy most tulajdonképpen erről van szó. A második téma az az etikus kampány. Állapodjunk meg a feltételekben. Szerintem a kemény kritikának igenis helye van, oda-vissza. De az, amit ezek művelnek, annak biztosan nincsen helye. És akkor találjuk ki, illetve lássuk, hogy vajon ezek a fideszes úriemberek, ezek vajon tudnak-e demokrataként választási küzdelemben részt venni. És a harmadik választási pont, vagy amiben meg kell állapodnunk, az pedig az, hogy álljanak ki vitára. És tudja, nem csak én fogom ezt megtenni. Én most innen kérem az összes ellenzéki polgármesterjelöltet, hogy ugyanezt a levelet küldjék el. Legyen ebből egy mozgalom, és mutassuk meg, hogy mi hogyan akarunk küzdeni, és lássuk a válaszokat. Orbán Viktor, ha jól emlékszem, 2006 óta nem állt ki. Pont ezt akartam mondani. És nyert. És? Megválasztották. Senkit nem tentorított el az, amikor az ellenzék azt mondja, hogy fél a Fidesz. Biztos azt fogja mondani, hogy én egy naív ember vagyok, és biztosan... Azért nem mondhatom, mert politikai újságíróból lett polgármester. És biztos, hogy ez igaz is, de egy ilyen gesztusnak igenis nagyon-nagyon fontos szerepe van. Mi hitet teszünk nagyon fontos értékek mellett, és megmutatjuk azt, hogy milyen országban szeretnénk élni, és az erre adott válasz, az megmutatja, hogy kikkel állunk szemben. És hogyha megmutatják a valódi arcukat, akkor nincs olyan, hogy
fönt, hát persze rosszul mennek a dolgok, de rendben, itt helyben ezek az emberarcú fideszesek olyan jó dolgokat csinálnak. Nem, ezek ugyanúgy a rendszernek a részei. És mi van, ha ők aláírják, azt mondják, hogy persze, igen, aztán hogy nem elárasztják az utcát no-name ilyen gyalászkodó szöveggel? De akkor, ha aláírták, akkor már ott vagyunk. Vitatkozni fogunk, akkor már kiköveteljük magunknak azt a nyilvánosságot, ami jár nekünk, mert a mi szavazóink is az adójukkal ezt szemtartják, akkor már egy más pozícióból állunk. Ez a demokráciáról is szól. Piku Andrást ki lehet hozni a sodrából? Mondjuk, amikor ezt látta, akkor dű volt, elkeseredettség, vagy az a nagy sóhaj, mint most, hogy végre megjött, és tűzkerestségen az ember túlesik. Persze, hogy ki lehet hozni. De nem az azzal... veszélyes egy kampányban. Abszolút, nagyon. Abszolút. Tehát, hogy vannak technikáim, de amivel ki lehet hozni, az tényleg egyetlen egy dolog. Az, amikor a környezetemet megsértik, és ez alatt most értem a józsefvárosiakat, és ez a kampány súlyosan sérti őket, mert lenézi őket, mert nincsen benne semmifajta tisztelet. És a másik, amire vissza kell térnem, hogy nem érdemes egy olyan országban élni, ahol politikai embercsoportok rugdosásával lehet politikai előnyre szert tenni, vagy mondjuk éheztetéssel a határon. Tehát egy ilyen országon változtatni kell. Azt mondom, nagyon sokat járja az utcát és fórumozik. Amikor ez a híre elterjedt, volt, aki elhitte? És oda ment, és hogy fú, tényleg? Nem. Az volt az érdekes, én azért erre számolok, tehát hogy tényleg nagyon sokat vagyok utcán, és nagyon sokat beszélgetek emberekkel, és azt nem mondom, hogy nem zavarja őket a köztéri hajléktalanság látványa, vagy az, amit el kell viselni. Tehát, hogy ne hunjuk be a szemünket, ez tényleg nem egy felemelő érzés látni a embertársainkat abban az állapotban. De olyat senkitől nem hallottam, hogy ezeket vigyék el, telepítsék ki, zárják be, büntessék meg őket. Mindenki azon gondolkodik, és azt hiszem, hogy ebben egész Józsefváros remélem partnerem lesz majd, hogy ezeknek az embereknek hogyan lehet valódi segítséget nyújtani úgy, hogy közben nem alázzuk meg őket, és nem sértjük meg az emberségüket. Lejárt az időn, kíváncsi vagyok, hogy ezzel a mozgalommal mennyi követőre. Én is nagyon kíváncsi vagyok, mert ez igazából most derült, most jutott az eszembe, így van, de szerintem, hogyha ezt sok polgármester jelöltársam megteszi, akkor az nagyon-nagyon erős bizonyítvány lesz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. És önöknek is köszönöm szépen a figyelmet. Tudják, Jakubcsek Gabriella műsora, aztán Híradó, még 9:30-kor Simon Andrással, és hétfőn pedig Róna Jágon várja önöket. Szép estét!